Üdvözlet mindenkinek, Spanyolországból élőben. Mögöttem a földközi tenger, alattam a völgy. És igen, boltba is voltam meg. Jön valami autó fel, hangos. Boltba is voltam meg piacon is, és most lesz egy kis élő videó, amiben bemutatom, hogy árakkal együtt, hogy mi hol jött. Jól működik a mikrofonom. Csak mielőtt rátérnék a termékekre, még egy dolgot meg akartam nektek mutatni, ami érdekesség. Megvárjuk, amíg összegyűlünk. Természetesen lesz esti műsor, nem kell izgulni. Este ugye komoly témával jövünk, most egy ilyen kis bulvár videó következik. Spanyol termékeket fogok kitárgyalni, meg megmutatom, hogy mit fogok reggelizni, mert ma még nem ettem megint semmit. Reggel volt egy... mintha lenyeltem volna egy muslicát, de nem. Reggel volt egy... munka megbeszélésem, így egy kicsit eltöltöttem az időt, úgyhogy csak 11 után értem le a piacra, és aztán meg beugrottam a boltba is. Úgyhogy megmutatom, mit vettem, érdekességeket, eszek is valamiből, tehát most egy speciális dolgot fogok elkészíteni, amit a spanyolok szoktak enni reggelit, bár tudom, itt már nem reggel, nem hogy reggeli nincs már itt sem, hanem már itt is ebéd kéne, hogy legyen, de nincs, de előtte mutatok valamit. Álljatok, oda kell mennünk. Tehát az volt a tervem, egyébként nagyon jó az idő. Fú, ott pont húz egy hajó. Baromi meleg van, tehát mostantól kezdve ilyen 32 fokot mondanak. Na és az volt a tervem, látjátok, oda vannak behajigálva a régi butorok, az volt a tervem, hogy motorral megyek, mert hogy ilyenkor nyáron már motorral szoktam járni. Csak hát megakadályozódtam benne. Nem tudom, hogy mutattam-e már a motoromat, de ez a sziasztok egyébként, már látom, mindenki írja. Tehát ez a motor, ilyen nagyon jó kis ledes lámpái vannak, tehát amikor így szemből valaki után így megyek, akkor ilyen döglesztő, vagy nem tudom, félelmetes, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy az akkumulátor az teljes egészében lemerült. Úgyhogy hiába szerettem volna a motorral lemenni, vagy ilyenkor nagyon jó idő van, a kis friss levegő, stb. Azt hiszem, tavaly vettem az akkumulátort, tehát ez még nem is olyan régi, és szereltem bele. Nézzétek, ezt már én szereltem be a motorba, ugyanis nem tudom miért, a motorokban nincs ilyen, tehát ez egy voltmérő, ami megmutatja, hogy éppen mennyi a feszültség a motorba, úgyhogy most le is kapcsolom, hogy ez ne menjen feleslegesen. És hát ugye ezekre az esetekre, mert ilyen már előfordult nekem, van egy ilyen csomagtartóban, látjátok, még egy ilyen kis spéci tok is van hozzá, ez egy Genus G3500-as, spéci töltő, méghozzá azért spéci töltő, ugyanis ez nagyon sok mindent tud, ez egy intelligens töltő, mint látjátok, hát most kb. 50%-ot jelez, ott villog a piros, hogy kb. 50%-nál jelez, vagy van. Ugye tud 12 voltos tölteni, most 12 voltot tud tölteni nagy akkumulátort is, tehát 3,5 amperrel, meg 12 voltot kis akkumulátort, mint amilyen ez is, tehát ez ugye nem kocsiba való, de 12 voltos, 0,9 amperrel. Tud még 6 voltot, tud még lítium akkumulátort, meg van egy ilyen speciális repair funkciója, ami megjavítja, hogy ezzel lehet változtatni a módokat. Úgyhogy ez most, hát 1-2 órát itt el lesz. Nem most indítottam, hanem reggel, mielőtt elindultam, csak még mindig megy, mert ugye ennek az a lényeg, hogy minél lassabban töltsön. Na hát, így jártam. De kocsival mentem, mert kocsi még mindig kint áll. Na nézzük a termékeket, mert most már elegen összegyűltünk. Nagyon meleg van. Tehát ez így a semmi percből, a sok eső után így hirtelen beköszöntött. Megmutatom gyorsan a táját, bár ugye arra számítok, hogy péntek délután ilyenkor még mindenki dolgozik ebéd után, de azért hát majd visszanézitek, de az így is vagyunk egy páran élőbe. És egész jó a medence, tehát most már én is fogok majd beleugrani, szép tiszta. És most jöhet a termék. Annyira meleg van idebent egyébként, most 28 fok. A másik hőmérő szerint csak 26,5, ugye az mutat 28-at, ami az órába van beépítve. Nézzétek, ez azt mutatja, hogy 28, de már rájöttem, hogy ez mindig csal egy-két fokot, mert ugye mögötte ablak van és rásüt a nap. Ez amit most vettem, ez az új időjárás állomás, ugye ez bentinek 25,8-et jelez, kint 26,5, hát itt egy kicsit különbség van, ez teljesen árnyékban van. Ez inkább a megbízható. Most viszonylag alacsony a páratartalom is, 50%. Amúgy ilyen 80 szokott lenni. Szemüveget le. Kicsit most még nyitva hagyom az ajtót, aztán majd bekapcsolom a klímát. Na kérem, hatalmas nagy csomaghalom van itt.
77 eurót költöttem, az nem olyan sok, csak azért mondom ezt, mert árakat is fogok mondani. És tegnap este olyan rossz kedvem volt, hogy teljesen egyedül, nélkületek, megkóstoltam. Esküszöm. Hát gyerek, alig hiányzik, tehát egy centit ittam le a tetejéről, de megkóstoltam, nagyon jó a portói. És természetesen szokás szerint, ugye, félmeztelen vagyok, de rövid nadrágba, mert amúgy kibírhatatlan hőség. Na kérem, a sok szajtot elkezdjük kipakolni, és akkor megmutatom, mit. Hoppá! Először is azt, amit a piacon. Tudjátok, itt lehet kapni... Ajaj. Ezt nem véletlenül szokták zacskóba tenni. Ez oliva, bogyó, kimagozva, és mint látjátok, fokhagymával leszórva, és természetesen oliva léven úszik. Hú, eszméletlen illata van. Tehát ez ilyen oliva olajas, oliva bogyós, fokhagymás mixtúra, amit nem önmagában szoktam enni, hanem ez felvágottakhoz nagyon jó. Ez a piacról van, aztán még a piacról van ez. Ez az, amit mondtam nektek a múltkor, hogy ez sárga dinnye, tehát a spanyolok azok inkább ezt szokták enni dinnyének, ezt hívják sandiának, tehát ez a dinnye. És ugye a klasszikus görög dinnye, az pedig a... Nem, ez a sandia. Hát, hülyeséget beszél, ez a sandia, tehát ez a görög dinnye, ez pedig a melon, ami ugye angolul is melon a dinnye. Aki ezt mondja, vegyek fel egy pólót. Azért se. Ja, Norbi! Jaj, úristen, köszönöm, hogy megszólaltál. Nem. Vegyél fel te, itt kurva meleg van. Jaj, úristen, csúnyán beszélek. Ja, és amit még vettem, ja, árak. A dinnyének 79 cent kilója, a görög dinnyének, a sárgának 1,20 volt, és képzeljétek el, most már van cseresznye, most még lejjebb ment az ára, már 3 euró a cseresznye. Mutatom. Ez már egy ilyen sokkal szebb, nagyobb szemű, tehát ez már a késői érésű cseresznye, finom ropogós. Szóval abból is vettem egy kilóval, ez 3 euró volt. Norbi már ezerrel vigyorog. Megcsinálom azt, amit terveztünk. Norbi, csak azoknak mondom el, akik... Ja, már teszem ide, hogy már eszek, de most nem evészeti, hanem csak bemutatás. Hát Norbi van, mi nagyon régi barátok vagyunk otthonról, ő már volt itt egyszer-kétszer, és mindig megfogadtam, hogy innen az erkélyről leugrunk egyszer a medencébe. És amikor a legutóbbi EB volt, és ugye a Portugáliával játszottunk, és már 3 gólt lőttünk a portugáloknak, akkor már majdnem leugrottunk. De végül nem, tehát... Egyszerűen majd ki kell próbálni ezt a leugrást. Hagyma, hát ezen nincs sok mit mondani, majd megmutatom, hogy miért akartam hagymát. Ja, és vettem még, ezt mindig úgy mondjátok, hogy lapos barack. De egyébként ez nem az. Tehát ezt úgy hívják, hogy paraguayo. És akkor ennyi gyümölcs elég is lesz, mert most már ugye annyi féle van, hogy ez jó lesz. Ugye, hogy magas a koleszterin, szerintem elkezdtem nézni azt, hogy mi az, amiben eddig soha nem kellett, és ez már annyira idegesít. Nézni kell a szénhidrát szintet is. Tehát amikor vesz az ember egy ilyen baromságot, a hátulján van egy ilyen felsorás. Most már képzeljétek el, elkezdtem nézni a zsír szintet is. Mert mondom, jó, akkor nézzük, miben van kevés zsír. És még egy ilyen nyomorult, mi a fenével, tehát amikor ilyen rákcsát tesz az ember, még azt is meg kell nézni, mert nagyon nagy különbségek vannak. Ebbe 50, ami baromi soknak számít a sajtokhoz képest. Tehát most végignéztem a sajtokat, hogy mit szeretek, és na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ez kesúdió, de pörkölt. Pörkölt kesúdió, ami nagyon jó filmhez rákcsálni. Na és akkor itt jönnek a sajtok. Két fajtát találtam. Ezt a Havarti Light-ot, ugye, amire rá is van írva, hogy Light, ez mindenképpen, ez a legjobb. Tehát a kedvencem az Emmentali. Ezt most nem vettem, de van itthon. Vagyis hát nem most vettem. Elő is veszem, hogy megnézzük. Tehát az Emmentalinak már ez is kevés, de ennek 29 a zsírtartalma. Egyébként a sajtoknak átlagosan, mint én egy ilyen Goudának, vagy egy Mazdamennek, tehát egy ilyen zsírosabb sajtnak mondjuk a 32-35. Na most ahhoz képest ez a Light Havarti, amit amúgy tényleg nagyon szeretek, csak Lightot még sose vettem, ez 17, tehát ez fele. És ilyen vastag, hatalmas nagy tömb. 12 szelet van benne. Még az Eidámi az, ami szóba jöhetett, ennek 24. Tehát 17, 24, és az Emmentali. Hát megpróbálom így csökkentgetni a dolgokat. Ja, és itt a lista, várjátok, a Havarti, mennyi volt a Havarti? Csak hogy lássuk. Annyira meglepődtem a múltkor, amikor
Ugye feltettem, hogy ez az Oportó mennyi volt, ez a Portói mennyi volt, és valaki mondta, hogy otthon van 8900, ugye kb. Olyan 10, otthon van 8900, aztán kiderült, hogy nem ez, hanem Royal, de na mindegy. Tehát mindig össze tudjátok hasonlítani, hogy itt mi mennyi. Főleg azoknak, akik ki akarnak költözni. Havarti Light 258. 258, mondjuk jól lett volna kilónkénti árát, látom, de 300 gram. Szerintem ez nem drága. Na, következő. Képzeljétek el, szeretem a sajtot. Az ilyen leveseket. Tehát ez kalabaza és zanahoria, ami sütőtököt és répát jelent. Ez 350 gram, tehát ez elvileg nem azt írják rá, hogy egy adag. Tehát amúgy bazin. Azt akartam mondani, hogy azt szokták én, hogy két adag, de én ezt egybe bevágom. Egy magam. Na most ehhez ilyen kis zsemlekockát kell tenni. És csak azért, mert a miniszterasszony is ezt javasolta, tehát nem tudom mennyi héttel ezelőtt, egy-két héttel ezelőtt, talán egy mindegy, pár nappal ezelőtt én kommenteltem, hogy az igazság, hogy minisztert hogy hívják? Na mindegy, az a aki jól néz ki, tudjátok, az a jócsaj miniszter, azt mondta, hogy a spárga milyen jó. És akkor így mutatja, hogy a spárga, és ez milyen drága. Ugye minek elkezdett panaszkodni, hát persze a miniszternek jó lehet a spárga, csak otthon mit tenni, 2-3-4 akár hány ezer forint a kilója. De mindegy, a lényeg az, hogy most először van spárga krémleves is. Tehát ez egy újdonság, ez új termék. Csak azért mondom, hogy ezt a fajta termékskálát szeretem, van többfajta is, penótos, meg mit tenni, minden nyavaja. Úgyhogy most képzeljétek el, ilyen hatása volt rám az igazságügyminiszter. Spárgát nem vettem, így kötözve, de a francnak is így kedve készíteni, de spárga krémlevest fogunk enni este. Az árát, ha megtalálom, megmondom. €1.60. És próbálom keresni a másik. Azt hiszem, az is ennyi volt. Tehát ilyen 1.50 vagy 1.60. Nincs nagy különbség a sütőtől. Na! Egy csomó csirkecombot vettem. Itt nagyon olcsó a csirke, 3,94 kilója. Ez 930, tehát 3,66 volt. De ugye kilónkénti ára számít, 4 euró. Tehát az mennyi akkor? 1400 forint, igaz? 3x4, 12, 4x5, 20, 1400 forint. Varga Judit, azaz, Varga Judit. Köszi, hogy beírta valaki. Tehát 1200 forint a csirkecomb, ebből... Na most két eset lehetséges, mert vettem egy ilyen másikat is. Ez még annál is olcsóbb, mert ez csak 2,90. Tehát ez még 3 euró sincs. Ez azt jelenti, hogy 2,90, az mondjuk 3 eurójával, az 900, 3x5, 15, az mondjuk 1050 forint kilója. Ez egy komplett csirke felvágva. Tehát látjátok, itt van a csirke mellrész felvágva, itt van a combrész felvágva, itt van a szárnya, és itt van még a két dobverő is. Tehát ez egy teljes csirke így felvágva. Arra gondoltam, hogy ebből csirkepaprikást csinálok, mivel ez már teljesen fel van vágva, így akkor ezt be tudom szépen paprikáson már én is nyeldeklek, olyan éles vagyok. És akkor ebből a másikból pedig, ugye ebből lenne a sült csirke. Tehát ez van egy speciális seasoning, amit itt vettem. Klára Fodor, minden, ami finom, azt nem szabad enni. Sok kerékpározás, kitűnő a koleszterin csökkentésre. Én rájöttem, nem csak az, hogy minden, ami finom, azt nem szabad enni, ha az ember egészségesen akar táplálkozni, hanem minden, ami egészséges, az kurva drága. Tehát kétszer annyiba kerül. Mert ilyen mentes, olyan mentes, ilyen csökkentett, az nincs benne, kész vagyok tőle. Tehát glüktózmentes, laktózmentes, zsírmentes, hülyeségmentes nincs. Sára Harc, szia, itt nálunk 5000 forint kilóját cseresznyének, ez Magyarország szégyene. Hát igen, márjátok, 3 euró átszámolva az nincs 1000 forint. Ugye? Tehát 3 euró az 300, 350, de ugyanannyi, mint ez 1050 forint kilója. Ugyanannyi egy kiló cseresznye, mint egy kiló darabolt csirke. Ugye vegyétek figyelembe, hogy 1050 forintért ez meg van tisztítva és fel van darabolva, tehát nem kell nekem már ezen kívül semmit csinálni. Úgyhogy csirke, valószínűleg, hogy csirke lesz. Egy kopasz barack megszökött az acskóból. Ezt visszateszünk, na nézzük. Tovább. Tehát ahogy mondtam ugye, hogy ehhez az olivához szeretek felvágottat. Az egyik kedvenc felvágottam a catalana. Ez a katalán felvágott, ami körülbelül olyan, mint az olasz felvágott otthon. Valaki írja, Katrina Jakab kertész, itt Budapesten a cseresznye kilója 1500-1800, nem pedig 5000 forint. Hát valószínűleg attól is függ, hogy milyen cseresznye.
Rea Szigeti. Szia, jó nagy adag csirkepaprikás lesz belőle. Hát úgy szoktam egyébként, hogy ebből úgy egy szakasz katonának lehetne, tehát egy ilyen járőröző, tudjátok, két rendőr meg egy katona, most ez az új hamburger, két rendőr között egy katona. Na, azok jól laknának belőle, annyi szoktam csinálni. Természetesen nem bírok ennyit enni, úgyhogy leszoktam fagyasztani. Na mindegy, szóval hideg kajának ezt a katalán felvágottat fogom enni. Vettem salátát, mert ezzel tonhasalátát szoktam csinálni. Na, és akkor itt jön a következő még a levesekhez, adaléknak a gazpacho leves. Ugye erről már beszéltem egyszer, ezt mondtam nektek, hogy ez sima paradicsomleves, csak ezt ugye hidegen fogyasztják, és ezek a zöldségek, amit itt mellette vannak, tehát uborka, paprika, paradicsom és hagyma, ezek vannak apróra vágva, és így rászólva. Tehát amikor étteremben eszitek a gazpacho levest, akkor ez olyan, itt egyszerűen csak kinyitja az ember és behörpinti. Jól haladok a fogyással, tehát a hétvégi túllövésem után egy kilót már visszafogytam. Nagyon gyorsan vissza tudok fogyni egyébként. Tehát 97,5-ig felmentem, ami abszolút, tehát 98-nál több még sose voltam, úgyhogy ez most veszélyesen megközelítette a rekordomat. Most visszamentem 96,4-re. Hát a cél az lenne, hogy 90-hez minél közelebb, de hát az sose fog bekövetkezni. Na, várjatok, ez, amit most mutatok, ehhez kell majd valami. Ja, hát ezt már anyunak lefotóztam és elküldtem, ezen röhögtünk. Ez WC-be való, mint látjátok, ez egy ilyen speciális kis egy zacskóban lévő valami. Fogalmam sincs mi az. Tehát ez egy ilyen, mint egy kis pici doboz, de egy olyan műanyag zacskóban van, ami vízben oldódik. És akkor ez kékre festi a vizet. Na most nem akarok gusztustalankodni kaj elő, de egy kicsit beszélünk a WC-ről. Ugye legtöbben ezt a WC frissítőt így beakasztják az oldalába. Na most amikor a víz körbe folyik, akkor onnan kioldja, de akkor csak az a kioldott vegyszer, az már csak a WC-nek úgymond a köré vagy az aljába jut. Na most, amikor magába a WC-tartályban látjátok, tehát itt mutatja, hogy ez a WC-tartályban van. Tehát maga a víz már meg van festve kékre, tehát ha azt húzzátok le, akkor már eleve a kis lyukakon is az a fertőtlenítő folyik át. Tehát ez sokkal jobb. És hónapokig nem lehetett kapni. Tehát én mindig szoktam ebből venni, mit én egyet-kettőt, ugye van három WC a lakásban, három fürdőszoba, meg még van egy negyedik lent, ahol csak, meg két mosókonyha van még ott. Tehát három fürdőszoba, meg két mosókonyha van. Ugye ebből csak három helyen van WC, de csaptelep az öt van. Öt csaptelep van a házban. És egyszerűen nem lehetett kapni hónapokig, és most mindig kerestem, mindig, anyuval is, amikor itt volt, kerestük. De az is lehet, hogy már egy éve nem lehetett kapni. És most volt, és küldtem anyának egy üzenetet, hogy én levettem, ami volt a polcon. Ez most elég lesz egy darabig. Tehát ebből egy ilyen nagy rakás, nem tudom, mennyibe kerülnek, nem olyan lényeges az ára. A papír zsebkendő, hát ez most nem olyan fontos. Olívaolaj. Nagyon fontos tudnotok, hogy olívaolajat vásárolni körülbelül olyan, mint bort venni. Tehát elképesztő, ez nem olyan csak, hogy most azt mondjuk, hogy jó, persze mindegyik extra szűz, meg minden, de az olívaolajnak pont olyan minőségi követelmény, tehát pont annyira lehet drágát meg olcsót venni, mint mondjuk borból. Tehát nem azt elmegyek bort venni, ez miért? Mert vehetsz 500 forintért is bort, meg 500 ezerért is. Na most olívaolajnál mindenképpen fontos, hogy üveg legyen. Tehát igazi üvegben legyen, nem műanyagban. Műanyagot soha nem veszünk. A másik elfogadott csomagolási mód még a fém doboz. Tehát körülbelül olyan, mint amiben egy sima fém doboz, mint amiben régen, mit tudom én, a fűtőolajat, vagy a festékeket teszik. Tehát olyan fém dobozban is van még. Nyilván ez nagyobb kiszerelés, ilyen 2-3 literes. És nagyon jók vannak mondjuk lent Andalúziában. Tehát ez is olyan, hogy ennek ilyen kultusza van, hogy ki milyen régióból származó olívaolajat használ. Ez a legolcsóbb, legvacakabb Hacendado, ez azt jelenti, hogy ez a Tesco gazdaságos olívaolaj. Nem volt kedvem most máshová menni, de a Tesco-ban csak ilyen olcsó, a Mercadónál csak ilyen olcsó vackot lehet kapni. És hogy olcsó, mennyire olcsó? 8 gram ese, talán ez az lenne. Ha ez az Aceite Gran Eche, mert időnként nem tudom, ez 3,69. Tehát ha 3,60, akkor ez körülbelül megint olyan 1400-1500 forint. Nem látom most. De a lényeg az, hogy ennél sokkal drágábbak is szoktak lenni. És mondom, ennek kultusz. Mert ez körülbelül olyan, mint az angoloknál, amikor azt mondják, hogy fish and chipset csinálnak, tehát sült halat sült krumplival,
és az a bunda, amiben a hal van, tehát ugye mi nálunk a hack, ugye az a bunda, az szigorúan titkos, féltve őrzött családi recept, és ez így generációról generációra száll, hogy mi az Isten van abban a bundában, hogy könnyű is legyen, ne szívja magába a zsír, de azért finom is legyen. Ugye annyit lehet tudni, hogy általában sört szoktak beletenni. Na hát a szokásos innivalóimból ezek is olyanok, hogy sin azúcares añadidos. Ez azt jelenti, hogy nincs hozzáadott cukor, csak 26 kalóriát tartalmaz, és van benne AC és E-vitamin, a másikban is szintén AC és E-vitamin. Ez ugye a szokásos, amit szoktam enni, répa, citrom, narancs, ez csak barackos. Mivel most már beindult a barack szezon, így jó néha barackot inni a barackhoz, amikor az ember. Most már annyira tele vagyok, hogy nem tudok hova pakolni. Szintén nagyon említette, hogy mivel sose reggelizek, ma se ettem még semmit, valahogy nem szeretek reggelizni, de régen mindig vettem ilyen Actimelt is. Ugye az volt, hogy reggel felkelek, akkor legalább egy Actimelt igyak meg, hogy valami legyen az ember gyomrába. Na most ebből is már van 0%-os, és én összehasonlítottam, hogy mennyi a zsírtartalma. Ennek a zsírtartalma jelenleg 1,6. És megnéztem, hogy vajon mennyivel jobb, ha 0%-os, borzalmas az íze. Tehát olyan, mint hogy ilyen hígvizezett löttyöt innátok. Tehát 0%-os nem szabad venni, mert egyszerűen katasztrófa. És az azt hiszem 0,9 volt. Tehát a 0,9 meg az 1,6 az olyan mindegy, amikor egy sajtban van 17. Egy zacskó nyavajában meg 50. Úgyhogy a rendeset vettem. Tehát az Actimelből szerintem nem szabad megvenni a 0%-ost. Amúgy az nagyon drága. 4,79, 4,80, tehát majdnem 5 euró. Tehát ez 1750 forint körülbelül. De finom. Ha nem a 0%-ot veszi az ember. Na most, felvágottakhoz továbbá, mi kell még? Ugye ennek egy részét már be kéne tennem a hűtőben, ki fog olvadni. Jamon Serrano. Azt nézem, hogy ez puhában hajlik, mint ez. Ez sokkal merevebb, mint ez. Tehát lehet, hogy nem jól vákumzárták le, vagy nem a hajban nem szívták ki rendesen a levegőt. Van egy kis mozgása, ez meg teljesen... Tehát ez olyan, hogy látjátok, ez így megáll. Tehát ez így nem hajlik le, vagy valami. Ezen látszik, hogy ezen már egy kicsit így... Na mindegy. Tehát ez egy rezerva, ami még nem a legdrágább, de azért már egy drágább verzió. Ugye a sonkából is nagyon sokféle van, az Iberico osztályú az a legdrágább. Ez olyan mondjuk, mint nálunk a szürke marha. Tehát az Iberico az egy speciális disznó, aminek a húsából készül az. Meg az érlelési időtől is függ. Tehát ugye több hónapig, mint 10 hónap, 12, 14, akár 18 hónapig is érlelik a sonkát, és akkor ez növeli az árát. Nem tudom, hogy rá van-e írva, hogy ez hány hónapos érlelésű minimum. Nem írják rá, de ennek az ára 34,50 euró kilónként. Most kéne egy ilyen számológépet rendszeresítenem ide magamnak, de ez körülbelül egy olyan 11 ezer forint kilónként. És ez még semmi, mert van 70 eurós is kilónként. Tehát van olyan sonka, aminek ugye annyi. És akkor ezt úgy csinálják, hogy ugye biztos láttatok már, hogy a sonkát beteszik egy ilyen, van egy ilyen speciális fogó, ugye, ahol a láb része van, ott van egy ilyen kis klip, a másik végét pedig így beleszúrják egy valamibe, és akkor, tehát ahogy így van felénk a sonka így maga felé húzva szokta a kést, és akkor így vékony szeletekre vágják. Tehát ezen látszik, hogy ezek ilyen darabolt szeletek, és akkor így a szeleteket így szépen egymásra rakják. Látjátok? Tehát itt van egy ilyen négyzet alakú, itt is van egy négyzet alakú, itt is, csak ezeket így szépen egymásra rakják ilyen vékonyan. Ezt ott előtte csinálják, tehát így levágogatja, beleteszi ebbe a műanyagba, és ott helyben vákumfóliázza. Tehát ez friss. Ezt most kibontom, és akkor azonnal ezt lehet enni a felvágottal. Itt jön az, hogy mit fogunk enni. Vettem péksüteményt. Ugye ez a kedvencem, ez mézes makadámdiós. Ez csak úgy bevágja az ember is egyszerűen. Jobb a világ ettől. De most nem azt fogunk enni, hanem most, hogy megmutassam, mit szoktak enni a spanyolok, egy ilyen speciális rozs cipót fogok majd mindjárt megvágni. De még nem végeztünk a bevásárlással. Na kérem, ugye mindenki ismeri a... Ugye gyorsan akartam mondani, mi az Isten ez? Ha rá lenne írva. Mondjátok már, mi ez? Olaszul. Mindegy. Szóval ez carne, tehát ez húsos. És ahhoz vettem gombás szószt.
És akkor ezt úgy szoktam, hogy egy kis szósszal, esetleg egy kis sajtot is rátenni. Ezek nagyon olcsók. Nem találom. Fogalmam sincs, mert ugye olyan hosszú a lista. A gazpacho 1,68 volt, azt nem mondtam nektek. 3 darab 1,68, tehát kb. 60 cent egy gazpacho. És ez egy ilyen egy adag, 330 ml-es. Tehát mint egy dobozos kóla. Csak dobozos kóla helyett ez sokkal egészség. Tortellini! Végre, köszi, beírta mindenki. Tortellini gombamártással. Ezek ilyen fillérek, fogalmam sincs, tehát ilyen 1 euró, mit tudom én mennyi. Tortellini megvan, 1,59. 1,59 egy komplett adag, és akkor a gombaszósz hozzá. Fogalmam sincs, szerintem majd valami mást fogok nézni, és akkor megtalálom. Mindegy. Tehát mit tudom én, ilyen, mennyi lehet a gombaszósz hozzá? 80 cent, 90 cent, tehát még egy kis sajtot is leszelek rá, meg megmelegítem, aztán 3 euróban van egy ebéd. Nem gnocchi. Aki gnocchit mond, az téved. A gnocchi az nem ilyen, az olyan, mint a nudli, az egybe van, tehát annak nincs tölteléke. A tortellininek ugye az a lényege, hogy van benne töltelék. Kaptam egy ilyet, nem tudom mi ez. Ez egy ilyen figyelmeztetés arra, ilyen szerintem mágneses, ezt csak így kipróbáltam. Ez itt lesz majd. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogyha újra feldolgozott, tehát ha a szemetest úgy akarjuk elkészíteni, hogy már a lenti kukákba egyből csak azt tudjuk tenni, tehát a műanyagot, a papírt, az üveget, stb., akkor a színkódokat mutatja. Tehát, hogy miben mit teszünk. Mert a kukáknak is olyan színe van itt már. Tehát ugye látszik, hogy a sárga a műanyag, a kék a papír vagy a kartondoboz, a zöld az üveg, a barna az organikus, használt olaj, az például ilyen narancssárga színű, és így tovább. És ezt promóciónként itt adják, hogy mindenkit egyek, és akkor így környezettudatosságra nevelnek. Joghurtban van még egy másik fajta, ez is szintén saját termék, ez görög joghurt, Hriego, itt valaki az előbb láttam írta a görög joghurtot, tehát ez Hriego, de mangós ízesítésű. Nem tudom, hogy közületek talán még emlékszik, régen volt a bakonyi krémtúró, amit én nagyon szerettem, ugye ennek ilyen habos volt a teteje, tehát ilyen habosított joghurt, kicsit ízesített joghurt is volt, és az alján gyümölcs volt. Na ez valami olyasmi, csak ez mégiscsak joghurt. Tehát ez nincs köze hozzá, de ugye az alján ennek is ilyen kis gyümölcs réteg van, és akkor össze lehet keverni, és akkor joghurt. Most egy kicsit jobban odafigyelek az étkezésre. Feta sajt. Ja, várjatok. A kenyér, annak 20 cent darabja. Tehát ez 20 cent. Fű, te jó Isten. Az Actimelt azt mondtam, igen, multivitamin is, ja, multivitamin is, 85 cent volt a multivitamin, ezt elfelejtettem. Tehát egy liter multivitamin, az 85 cent. Az mennyi, az kb. 300-290 forint egy literes időtérő. Keszó, feta, megvan, 1,70. A feta sajt az 1,70. És ebbe azt tetszik egyébként, hogy van benne egy ilyen kis kosárka, mert ugye ez lében úszik, tehát ez így lötyög, azért, hogy ne száradjon ki, és amikor az ember akarja enni, akkor ugye a kosarat kiemeli, ez így bele van építve egy ilyen kis kosár, beakasztja ide a szélére, és akkor a kosár az így fennmarad. A lé lefolyik, kieszed, amennyit akarsz, és utána visszateszed a lébe, és visszazárod. Tehát ez egy nagyon gazdaságos, szerintem nagyon ötletes. Felvágottból a szokásos, én ezt ivom itt zalainak, tehát ez egy sima sertés felvágott. Ez szintén az olivával, a fokhagymás olivával. És most mutatok nektek egy speciális sajtot. Ennek meg is találtam itt az árát fent, azért mondom. Egy 20. Ez ilyen tekercs sajt, amiben belül ananász van, kívül pedig mandulával van beszorva. Elképesztő, nem? Látjátok? Tehát ez a bunda, ami rajta van, ez mandula, borzsa, belül pedig ananászkrém. És amúgy ez sajt. De ez nem azért eszi az ember, mert most éjjel vagyok, együnk egy kis sajtot, hanem én már nem bírom, ezt azért eszi, mert... És itt nem is érdekelt egyébként, hogy ebben mennyi zsír van, két érdekel, mondjuk 28, tehát annyira nem vészes. Viszont a szénhidrát tartalma 20, ami kurva sok. Mindjárt válaszolok a kérdésekre, várjatok, mindjárt véget érünk.
Sima mozzarella, ez ugyanolyan kis, mint ahogy az előbb elmagyaráztam, ugyanolyan kis rekeszben van, így felmeli az ember, ugye ez is vízben úszik, ilyen kis pici mozzarella darabok vannak benne. Ezt koktélparadicsommal szoktam enni. Tehát koktélparadicsom, köré a mozzarella, leönteni olívaolajjal és megszórni oregánóval. Erről láttatok már fotót. A salátához vettem kukoricát, mert ugye saláta, kukorica, olívaolaj, tonhal, és akkor ebből... Na nézzük. Ja, hát uborka. Na most ezt nem kell bemutatni, ez otthon is van. Itt egyébként nehezebb rendes uborkát találni. Na, szintén újabb termék. Nagyon szeretem a lencselevest. Elkészíteni néha lusta vagyok, de most vettem lencselevest. És ezt képzeljétek el, ez rizssel van kombinálva. Tehát ilyet még nem ettem. Megint ez egy újdonság. Rizssel lencseleves. Ugyanabból a sorozatból való, tehát a leveses sorozatból. Nem tudom meg. Ja, megvan. 1,60. Ez is 1,60. Tehát mit tudom, ennyi 1,60, mondjuk 500 forint. Egy-egy tál étel. Burger szósz. Azt szokták mondani, hogy ez teljes egészében a... Közben a dinnyét nézem, nehogy megromoljon itt nekem. Teljes egészében a Big Mac szósznak a lemásolása. Úgyhogy ez olyan is, tehát ez átlátszó, tehát ez ilyen színű ez a szósz. Látjátok, tehát vannak benne fűszerek, és ilyen sárga színű a szósz, tehát teljes egészében, nem tudom kinyitni, szerintem le van címkézve. A burger szósz 1,25, és ezzel elég sok burgert tudok csinálni. Vettem, ezt már is be kell tennem a fagyasztóba, vettem bab. Nem bab, ez baszúj. Zöld valami. A szokásos, mert ez elfogyott, ugye ezzel csináltam múltkor a halat is, tehát a vegyes zöldség. Na most kérdezhetitek, hogy miért nem veszek... ezt már is beteszem, mert meg fog olvadni. Tehát kérdezhetitek, hogy miért nem veszek friss zöldséget. Azért, mert úgysem használok el annyit. És a francnak sincs kedve menni állandóan piacra. Most a fegyasztottból kiveszek 2-3 darabot, beleteszem a levesbe, vagy akármibe, akkor az már is elkészül. Na most van ilyen egy tál étel, ez sima malac, hús, zöldséggel. Tehát ezt az ember egyszerűen csak bevágja egy serpenyőbe, és olívaolajat önt rá, megsózza, megborsozza, és 2 perc múlva lehet enni. Erre megint azt írja, hogy nem is tudom, vagy én ezt mindig csak képzelem, hogy 2 adag, de én ezt megint így egybe beszoktam vágni. Lefagyasztva jó 2023-ig. És mutatom a másikat, mert itt jön képbe az, amit mondtatok. Ez a gnocchi. Látjátok, ez a gnocchi. Tehát ez, ami úgy néz ki, mint egy kis nudli, csak ilyen, csak így fel van tekerve, ugye, tehát ezt így felgörgetik. Ez csirkés, és hát zöldségkeverék. És ez megint ilyen egy tál étel. Az ember belehajtja a serpenyőbe, megsüti, és akkor kész. Na és akkor most jön az, hogy most, hogy már majdnem teljesen éhen haltam. Ja, és még van egy gurmé virsli, amiben semmi különlegesség nincs, csak azt akartam mondani, ha megtalálnám az árát, akkor jó lenne, hogy ezt összetudjátok hasonlítani, mert ugye virslit otthon is lehet kapni. Olyan hosszú ez a nyomorult lista, hogy semmit nem lehet rajta megtalálni. Na mindegy. Mindegy. A lényeg az, hogy a hús tartalma számít. Tehát otthon is nagyon sokféle virslit lehet kapni. Itt 70,5%, tehát 70% a hústartalom. Ami szerintem elég jó, mert láttam olyanokat is, hogy virslit árulnak, és lemennek ilyen, itt tudom én, ilyen 40%-ra. Valaki azt mondja, hogy gnocchi, így mondjuk olaszul. Igen? Én gnocchinak mondom. Nem tudom miért. Enni küllauró, annyit lehet belőle enni, amennyit tud, nem hízlal. Na de miből? A virsliből? A virslit úgy szoktam megcsinálni egyébként, hogy van ilyen tejaforralom, ezt már mutattam nektek, ilyen spéci vízforralom, ami, na most pont nem mutatja, na álljatok, most pont nem mutatja, mert levettem,
De ugye ennek az a lényege, hogy ebből be lehet programozni a hőfokot, és amikor ugye a talpán van, akkor kap áramot, és mutatja, hogy most 26 fok, tehát most a levegő hőmérsékletét mutatja, de a különböző teja hőmérsékletekhez be tudom programozni, ugye zöld tejához csak 70 fok, ilyen gyümölcs tejához 60 fok, vagy akár egészen 100 fokig fel tud menni, és úgy szoktam, hogy ez ilyen elég magas, tehát én egyszerűen belehajítom a véslit, és megfőzöm a teja bármennyire is furcsán hangzik. Na, kezdjük az étkezést. Ja, mellettök már. Még azért a csirkét tegyük már be a hűtőbe gyorsan. Hogy az legalább ne romoljon itt meg. Isten, de nehéz. Így. Meg a csirke combokat is. Így ide felülre. És akkor a többinek addig nem lesz baja, amíg én bemutatom nektek, hogy mit fogok enni. És ki is vesszük azt, amit enni fogok. A sajtot lehajtjuk. Na, még a sajtot beteszem. Ja, és akkor itt van az előnye ugye az ajtónak, amikor így be lehet kopogni, és ugye a fény az így kigyullad. Hogyha csak ezt a, csak a kis ajtót nyitom ki, akkor ugye nem hűl ki teljesen, és akkor ez ilyen kis pici dolgokat így egyből be tudom tenni mondjuk ide felülre. És akkor látjátok? Hoppá, látom, hogy hova tettem, ott van. És akkor nem kell keresgélni a hűtőbe, így nem kell kinyitni az ajtót, ennek az az előnye. Na, hozom a tálcát. Az egyik új tálcát fogom használni, amit vettem, és akkor megmutatom, hogy mi az, amit a spanyolok szoktak enni. Majdatok, kell még egy recéskés nekem. És kell még egy ilyen. És kell még egy ilyen. Jó, ezt áttesszük emide. És azt hiszem, hogy itt van minden. Még ez kell hozzá fűszer. Na, lássuk! Lássuk, hogy hogy néz ki egy átlagos spanyol reggeli. És természetesen ez indi is kéne. Elő kéne készítenem egy... Most előbb mutatom, hogy mi lesz a kaja lényege. Tehát a bucit felvágjuk. Megszédültél? Annak írja, hogy megszédült. A bucit felvágni nyilván sokkal jobb olyan késsel, ami át is éri, és akkor nem kell így bénázni, mint én. Így sokkal jobb, hogyha szerintem, hogyha magát a tálcát látjátok. Na most ez sült paradicsom szósz. Tehát tomate frito. Látjátok, ott van egy tomate frito. És akkor ezzel megkenjük. Lehet friss paradicsom, tehát ugye kétfajta paradicsom szósz lehet kapni. Az egyik a sült, a másik a sima, tehát a fresh, friss, fresco. De én most ezzel csinálom. Ízlés szerint. Ennek egy kicsit pikánsabb az íze, mint hogyha csak simán friss paradicsomot használnánk. Mit látjátok, ebben vannak hagymadarabok is. Miután ez kész, most már ide teszem ezt az olyanba, mert az új rövidnadrág van rajtam, és látjátok, ez a kék, és nem akarom leenni. Na, ez egy ilyen nagy kiszerelésű tonhal, ami akkor jó, hogyha az ember eldöntötte, hogy sokáig fog tonhalat enni. Most ez jobb lenne egy villa talán, de... Na jó. Hát ennyi eszem nem volt, hogy villát hozzak, látjátok? Lássátok, feleim, híveim, mit vagyunk. Itt a kis villa. Mikrofont vissza a nyakamba. Vissza így az önembe, és akkor mutatom.
Tehát a tonhalat szépen így rászedjük. Egy kicsit így meg kell így jobban látszik. Kicsit így meg kell így kapargatni, és akkor ezt a kis törmeléket szórjuk rá igazából így. Így. És utána kicsit így elegyengetjük, hogy így mindenhol egységes legyen. Most már nagyokat nyeldekelek. És akartam mutatni, hogy ilyen például ez egy rendes olívaolaj. Tehát korábban ezt vettem, ez a Carbonell, ami egy jobb, mint az, amit most vettem, de most lusta voltam ebből, volt, mert nem lehet ilyet kapni. Úgyhogy kis olívaolajat rá. Nagyon kicsit. Ez jobb egyébként, lehet ezt spray formájába is kapni. És ezután jön. A spanyolok ezt nem szokták, de én egy kicsit egy nagyon pici borsot így rá. És akkor most jön hozzá, mit válasszunk. Tudjátok, mit kipróbálom a Ciderből. Ugye van ez a verzió, amire azt mondtuk, hogy ez csak dulce, tehát ennek nincs külön ízesítése, csak annyi, hogy azt mondja, hogy édes. A kis műanyag poharam, mert ebből még van. Ráadásul tegnap eperlevet ittam belőle, úgyhogy még csak kisebb eperleves az alja. Nem érdekel. Most olyan szinten vagyok. És akkor hallgassuk. Oké. Okay. Nem valami bizalom keresztül az illat, amit mondjak. Tehát ez ilyen teljes egészében sörkinézetű. És egy kis pirossággal az alján. Mindegy az. Pont megtölt egy poharat. Borzálmasan rossz. Tehát ez kb. Olyan, mint egy romlott sör szerintem. Nem nagyon iszok sört, úgyhogy nem tudom mihez hasonlítani, de szörnyű. Ajajaj. A gyerekeket nem lehet elrontani, úgyhogy ez megy a kukába. Ezen nem lehet elrontani egy jó, ezt most kiborítom. Ez borzalmas volt. Tegnap ugye kiesett a szedres, most megpróbálok egy olyat. Hát ugye ez a tesztnek. Ja, mikrofon vissza. Ez is a tesztelés része. Most már tudjuk, hogy a dulce az valami gané. Szó szerint. Vagy lehet, hogy csak ennyire olcsóbb ez a cider. De a tegnapi nem volt rossz, a tegnapi málna. Ennek milyen szép sötét színe van, azt nézzétek meg. A dulcék majd valahol gazdára találnak. Na kérem. Bon appetit mindenkinek így délután. Most tudom, hány óra van. De látom, hát nem véletlenül vettem ekkor órát, 14-11-kor az első falat kaját, mert ma még nem ettem. Most jönnek a kommentek. Kérdezzetek. Vizsla a vízforralóba, ez nagyon agregényes módszer. Hát már mi vagyok szerinted? Ennyikor leuló, annyira szuper a hűtő. Drága is volt. 2200 euró egy ilyen hűtő, tehát
Ez mennyi? Ez kb. 700 ezer forint. De wifi-n is be lehet programozni. Mindenki írja, hogy Ágnes Kelly, miért nem gyantáztatod le hátad? Nagyon jó válasz van már rá. Várjál. Minek? Én nem látom, nem érdekel. Annyi lány volt már egyébként ilyen barátnőim, és mind le akarta gyantáztatni a hátamat, nem tudom miért. Móricné Kati Fodor, szia, a passzú is bab. Hát jó, akkor ez zöld bab. Katalin Osonci, az alacsonyra leszorított koleszterin sokkal többet áthat, főleg ha a koleszterin csökkentő készítménnyel érik el. A koleszterin segíti a zsírok lebontását, a szénhidrátok bevitelét kell csökkenteni. Na most, ugye tehát ez a vérvétel azt mutatta, hogy nekem duplán, tehát a határérték az, ami azt hiszem úgy volt, hogy 75 és 200 között jó, nekem 410 volt a koleszterinem, tehát ez ilyen brutálisan túlütötte. De ugye mondom, ez lehetetlen. Tehát tényleg nem eszek annyira zsíros kajákat. Tudjátok, most, aki most átlagosan úgymond Magyarországon él, és hogy mit esz, azt tudjátok, hogy pörköltet, pörköltel. Akkor lehetne ennyi a koleszterin, de én nem. Tehát ebben mi zsír van? Semmit. Ez csak hal, meg egy kis... Lehet, hogy nyáron ilyenkor mégiscsak jobb nem a sült paradicsom, hanem a friss. Tehát csak simán paradicsompüré. Múltkor olyan lettük anyuval. Ebben a melegben egy kicsit úgy jobban felfrissít. Ez egy kicsit olyan, most ez egy kicsit nehéz sült paradicsom szósszal. Majd ebből csinálunk valami pasztát. Már kibontottam, el kell használni. Szóval, hát nem tudom, azt a koleszterin csökkentő gyógyszert, amit az orvos felírt, ezt kidobtam a francba. Tehát én nem akarom úgy végezni, hogy gyógyszereket szedek, legalábbis most még nem. Én úgy veszem, hogy az egy tévedés volt, tehát az a mérés. Méghozzá azért, mert előző nap lehet, hogy olyan sok zsírosat ettem. És ezt nem mondták nekem. Tehát ezt nem mondták, hogy kihatással lesz arra. Ugye nem is a koleszterin volt a fő oka ennek. Vagyis hát minden volt az oka, mert ugye mindent kértem. Tehát, hogy minden legyen. Éppen mondhatták is volna, hogy ne egyek zsírosat előtte valóban. Kicsit elapoztam, de valaki írja, hogy mehetek, hol volt már, hogy nem találom, de itt van. És erre megint ellapozódik, de gyűlölöm ezt a Facebookot, tehát rákattintok. Na végre, Tibor Lengyel, szia! Szlovákiában 6-800 eurót keresnek átlagban, én is, tényleg? És az árak megegyezőek vagy drágábbak? Na ez is szégyen. Hát még Magyarországhoz képest. Mert ugye a Szlovákiában legalább euró van, tehát azt jelenti, hogy a pénzetek nem romlik annyira. Ugye Magyarországon már, majd lehet, hogy erről is fogok beszélni az esti műsorban, mert nem ez lesz a fő témánk, hanem ugye a Fudan Egyetem, és az, hogy mit keres Magyarországon, és vannak elméleteim arról, hogy Orbánnak milyen tervei vannak, ezeket most el fogom mondani, ez egy kicsit ilyen politológiai beszélgetés lesz, tehát belpolitikáról lesz szó mai este. Gyertek minél többen, hívjatok meg minél több mindenkit, ha érdekel titeket az, hogy hova vezethet ez. Ugye nagyon röviden... Magyarországon szerintem azért nem vezették be még az eurót, mert egyrészt így az adósságokat el tudják inflálni. Tehát most nagyon magas, 5%-os már Magyarországon az infláció, és ez valószínűleg még tovább fog váltatni. Másrészt ezzel tudják kordában tartani az embereket, tehát amikor most éppen erősödik a forint. Tehát a jegybank bejelentette, hogy most ugye mindenki azt mondja, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen, ami azt hiszem, hogy 22-én lesz, már emelés lesz. Ugye 10 éve van, nem emeltek kamatot, és most már itt az ideje.
Hát ez közrejátszik abban, hogy esetleg most erősödik a forint, de azért nincs eurónk, mert így tudnak játszani az árfolyammal. Tehát tudják erősíteni az exportot azzal, ugye, hogyha gyengül a forint, mert akkor euróért több forintot lehet kapni, akkor jobban tud az export működni. Hát nem tudom, én kevestem azt a 6-800 eurót is, még akkor is a Szlovákiában van, de tény az, hogy ott legalább nektek euró van, és tudom, hogy itt minden olcsóbb, de még Magyarországhoz képest még inkább. Tehát ugye most erősödik a forint, még így is szerintem még így is sokkal olcsóbb itt minden. Ágnes Keri, nem vagy hozzánk őszinte. Valamit titkolsz. Egy őszinte jó barát kéne melléd, kinek kiönzs a lelked. Érdekes megfogalmazás. Mivel gondolom, egyedül vagy. A gondolom az rövidú egyébként. Direkt így olvastam fel. Viszont hogy nem vagyok őszinte, még a súlyomat is elmondtam. Te mit nézel? Miben nem vagyok őszinte? Azt is el szoktam mondani, hogy hány kiló vagyok reggel, meg látod éppen, hogy mit eszek, meg mit iszok, meg mennyibe kerül az, amit megvettem. Erzsébet, ajaj. Ez a hülye Facebook most megint össze-visszaugrál a... Belenüke a Edlicsnél látsz, margarinokat hagyd el, zsírosat eszem, sőt azzal főzöm, jó a koleszterinben, és se zsírt, se margarin nem használok, tehát sose használtam margarint, úgyhogy én teljesen elhagyom. Tehát rákattintok, és ez az idióta Facebook, ez így ötöt ugrik egyszerre. Tehát amikor csak így megpróbálom húzni lefelé ezt a mindenit, de gyűlölöm a Facebookot. Hát nagyon koncentrálok arra, hogy megpróbáljam nem ugrasztani. Fekete Zsolt. Nagy tévedések vannak az embereknél az étkezésben. A szénhidrát a legnagyobb bűnös, mert az adja az inzulin választ. Amióta teljesen átálltunk zsíralapú táplálkozásra, azóta leadobtam 13 kilót. Az mit jelent, hogy zsíralapú táplálkozásra álltál át? Tehát, hogy mindent zsírosan eszel? Vagy nagyon zsíros kajákat eszel? Ugye eddig is mindig csak a szénhidrátra figyeltem, tehát próbáltam mondjuk egyszer, hogy nem eszek kenyeret, meg nem eszek péksüteményeket, ugye ez most egy kivételes alkalom. Néha csinálok csak ilyet. Odafigyeltem arra, hogy arról nem tudok teljesen lemondani, hogy valami édes dolgokat igyak, de ugye ennek például a szénhidrát tartalma 4,5 gram. Tehát ez nagyon kevés ahhoz képest, hogy mondjuk az ember megvesz egy Coca-Colát, vagy amit is vannak ilyen 30-40 vagy akármit, tehát azokat nem. Ugye ilyen szinten próbáltam csökkenteni a szénhidrátot, de most teljesen beparáztattak ezzel a zsír dologgal, és hogy azt is csökkentsem. És olvasom tovább, nagy hiba az étkezésnél, ha ipari gyártású élelmiszereket fogyasztunk, mert azoknak az összetétele nem megfelelő, leginkább a szabadon tartott állatokra kell fókuszálni. Hát majd tartok itt csirkéket a medence parton, és akkor tojnak nekem tojást. Én most csinálom épp a mangalica szalonnás rántott, tehát időkorlátos étkezés keretében ez a reggeli, de a legfontosabb, hogy amit eszünk, azt jó hangulatban fogyasszuk el. Hát tudod, a spanyolok ezt csinálják, még ha csak egy ilyen egyszerű kaját is esznek, de ezt jó hangulatban eszik, ezt így le tudnak ülni így az árokparton két kaszálás között, ami ugye itt nincs, mert nincs mit kaszálni, csak viccelek, de hát ugye ezt így megkenik, rádobják a tonhalat, ugye a tonhal konzervet használnak, akkor abban már eleve van oliva, és akkor a konzervből öntik rá az olívaolajat. Úgyhogy ez teljes egészében ilyen útszéli megehető kaja, kis kockás, nekem ugyan csíkos, de kis kockás konyharuhával. Amit mondasz a feldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban, azzal egyet lehet érteni, de a világnak nem minden részén reális az, hogy az ember tartson otthon állatokat. Itt például nem. Szerintem nem is engednék. Bár vannak kecskék szembe a hegyen, tehát itt a völgyben valaki kecskéket tart, és azok felmásznak a helyre. Kecskék így ugrálnak szikláról sziklára, kőszáli kecskék, és szoktam hallgatni, hogy kolompolnak meg. Azt hittem, ezt a Mirka csinálja, de a kecskék is. Szóval bizonyos dolgokat meg kell vennünk a boltba.
bizonyos dolgokat megvehetünk a piacon, és én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolgot tud. Például itt a piacon külön tojás, friss tojást árulnak. Tehát van egy stand, ahol csak tojást árulnak. 16 félét mondjuk. És ugye vannak kategorizálva, hogy akkor ez most, én azt hiszem, ipari nincs is. Tehát ez teljes egészében olyan, ahol szabadon futkorásoló tyúkoktól van, de ugye itt nagy hagyománya van annak, itt azt hiszem fürt tojást is, meg ilyen, tehát ilyen kis pici tojásokat is, azt hiszem, az fürt tojás lehet, van. Most ezen a standon például van ez a hagyományos, rendes ilyen sárga tojás, meg van teljesen fehér tojás. Fogalma sincs, mi a különbség, de itt is meg lehet venni termelőtől ezeket a dolgokat, annélkül, hogy nekem tyúkokat kéne tartani a medence mellett. Ja, láttátok a tárcámat, ugye? Szeretem az ilyen, ez pont gyümölcsös. Van sárga dinnye, citrom, eper, ribizli, szilva, mangó, minden nyavaja rajta. Szeretem az ilyen vidám dolgokat. Tehát ez teljesen igazad van, hogy jó hangulatba kell költeni a kaját. Erre mindig figyelni szoktam azért, tehát mindig jó hangulatba eszek, mert szeretek enni. Páfi Zsuzsa, olívaolajat honnan rendelem? 5 literes kannában jön, Terra Olive 30 euró. Aha, nem is ismerem ezt a márkát. Már 15-en beírták, hogy nyokkinak mondják a nocsit. Én meg úgy mondom, hogy akarom. Hoppá! Emőke Ádám, anyukád hol van? Hát ugye már régen hazautazott, másodikán. Mányadika van? 11, ott szembe lelestem, 11, akkor már 9 napja hazautazott. Azután híztam meg, azután kezdtem el mindent bezamálni, ami csak volt itthon, fánktól kezdve minden nyavaján. Klára Fodor, mozogni a megoldás, kerékpározás rendszeresen. Szoktam néha, de ugye múltkor is elmentem biciklizni a tó körül, arról nem láttad a fotókat, mert mit nem biciklizés közben nem nagyon lehet fotókat csinálni, meg az ember ki van fáradva. Tekertem egy kört KP-ba a flamingós tó körül, bár de a flamingókról csináltam fotót, lehet, hogy ezt majd felteszem, nagyon aranyosak. Még nincs olyan, ugye ez egy nagyon, tehát KP-ban van ez a sós tó, a tengeren belül, tehát közvetlen tengerparton, de ugye a szárazföldön belül egy kis út választja a lényegében a tengertől, és kb. Ilyen mély csak. Tehát az összes flamingó csak így térdig, bokáig gázol. Egész nagy, tehát még bent mélyen is sekély. És hát ilyen kis lájkokat, meg ilyen kis ezt-azt hamiznak, és attól lesz ez a rózsaszín színük. És még nincs annyira. Tehát most még ilyen kicsit, még eléggé fehérek azért, de már ott vannak a tavon. Úgyhogy ezt bicikliztem körbe, de nem nagyon használt. Tehát pont a biciklizés után híztam még. 97 félig felmentem. Enikő Lauro. A hal egészséges, teljes kiélésű kis buci, meg van 15 szénhidrát, nem sok reggelire. Na látod, pláne meghaszta reggelit délután 2-kor eszem meg. Na ennyi volt, én azt hiszem bemutattam mindent. Tehát most itt van körülöttem szanaszéjjel hajgálva minden. A szagyok is szét vannak hajgálva, úgy, mint tegnap. A dobozokat már levittem, de ugye szeretem így. És akkor elhajtom a dobozt. Ha tetszett a videó, osszátok meg. Azoknak, akik szeretnének kiköltözni, és úgy nagyjából érdekli őket, hogy milyenek a spanyol termékek, milyenek az árak, szerintem ők már le tudták szűrni, hogy ha... ugye sokan esnek abban a hibába, hogy csak ilyen főbb dolgokat, mennyi az árbérlet, mennyi a mit tudom én, mondjuk egy villanyszáma, vagy valami, az is fontos, hogy mennyit költ az ember megélhetésre, és milyen minőségben tudja azt megtenni. Én azt hiszem, hogy még ezek a leg... tehát amikor azt mondom, hogy ugye ez a Tesco gazdaságos olívaolaj hogyan állik a márkás olívaolajhoz, még ezt is nyugodtan meg lehet venni, mert itt jó minőségűek a termékek, és ami a lényeg, sokkal olcsóbbak, mint otthon. Ezt a 800 euró szlovákiai fizetés nem nagyon értem, az elég karcsú szerintem, még Magyarországon is, nem? Itt több a minimálbér annál. Tehát azért akartam ezt bemutatni nektek, hogy lássátok, hogy milyen jó termékek vannak. Ugye, ami szenzációs, és
Ez például nem biztos, hogy divat otthon, hogy így előtted felszeredik a sonkát, levákum csomagolják, tehát így ilyen kis apróságok az, amik néha jobbá teszik Spanyolországot. De attól függetlenül az embernek lehet nyugodtan rossz kedve. Valaki kérdezte, hogy 75 ezer forint a nyugdíjam, az hány euró lenne? Ugye most, hogy erősödik a forint, 345-nél tart. Tehát a 75 ezer forint, az körülbelül olyan 220 euró. Valaki írja, hogy a mai számla 250 euró? Dehogy is. Hát mondtam, azzal kezdtem a műsort. Hát tudod? Néhol van? 77, most tudom, hogy fordítva van, mert tükröződve látszik, de 77 euró volt a... Ugye ez a rengeteg kaja, hát ez annyi kaja, amiből 2-3 hétig is lehet enni. A piacon pedig még 8 eurót költöttem összesen. Tehát a gyümölcsökre, ugye cseresznye, a dinnye, az olívaolaj, a két dinnye, igen. Igen. Fekete Zsolt, a sonka profi, jól néz ki. Igen. Ugye elkezdtek kialakítani itt is most már ilyen, hát ez a sonka, ez, tehát az, hogy ugye a sonka azért úgy néz ki, hogy az egész disznó láb, tehát ilyen bazinagy, ugye tudjátok, milyen a spanyol sonka. Eddig is volt ez divat, hogy vágnak belőle, csak ugye általában ilyen kicsi darabokat, tehát mit tudom én, mondjuk fognak egy ekkora darabot, és akkor azt kezdik el így gépbe így leszeletelni neked. Na most itt rendesen ott van előtte, tehát kialakítottak egy ilyen sonkapultot, fel vannak akasztva hátul ugye a csomó sonka, és akkor szépen amelyiket, ha úgy, tehát ha nincs megbontva éppen olyan, kérakaszt, leakasztja, és akkor szépen elkezdik előtted szeletelni. Most nem kell kérni, mert mindegyikből szoktak csinálni, tehát van egy ilyen kis pult, és akkor ezek oda be vannak állítva. Tehát én ezt úgy válogattam egyébként, mint a kártyáznék. Tehát mit tudom én, ebből megcsinálok vagy 20-30-at. És akkor így fogod, és akkor így válogatod, hogy na várjál, melyik tetszik. Ugye azt kell nézni, hogy mennyi zsír van benne, milyen színű, milyen az erezete. Tehát látszik, hogy ugye ez ilyen egészen, ez sokkal sötétebb vörös, mint ez. Tehát ez egy kicsit olyan narancsárga. Nem adja vissza jól a fényt, de látszik, hogy ez halványabb, ez egy kicsit erősebb. Két különböző tettem direkt. Tehát ebben is tudtok válogatni, vagy rámutatsz, hogy ez kell, és akkor olyat fognak neked vágni. Ágnes Keri, hova jársz vásárolni? Ezt is elmondtam sokat gyere, ugye Mercadónál van, mert az van alattam, de egyébként van sokkal több minden. Na most ugye látjátok, ugye ez 77 euró volt, hogyha azt mondjuk, hogy valaki mondjuk csak 1000 eurót keres, ami itt a minimálbér, 970, 950, 900 valamennyi, majdnem 1000 euró a minimálbér. Ha azt vesszük, hogy egy házaspárra gondolunk, és akkor mind a ketten kapnak egy ilyen 1000 eurós minimálbért, ugye az 2000 euró, mondjuk kifizetnek 500 eurót egy lakásra, meg kifizetnek mondjuk még 200 eurót ilyen víz, villany, internet, mit tudom, hülyeséget, akkor 700 euró, akkor még mindig marad 1300 eurójuk. Na most, hogyha 77 euróért csinálnak meg egy ilyen bevásárlást, én azt hiszem, hogy ez két embernek is elég egy hétre. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk 4 hét, tehát egy hónapban akkor mondjuk 300 euróból kijönnek. Akkor még mindig marad 1000 eurójuk, amivel igazából félre lehet tenni kocsira, el lehet menni belőle kirándulni. Tehát ugye a megélhetés az azt jelenti, hogy egy embernek nehéz. Tehát most amikor én egyedül voltam, amikor kijöttem, ugye 2011-ben, és én ugyanígy kaptam egy ilyen kb. 1100 eurós nettó fizetést, ami akkor sokat többnek számított, mert akkor csak 700 euró volt a minimálbér. Tehát ugye az már egy magasabb dolognak. És akkor aztán béreltem 250-ért, vagy valami ilyesmiért lakást, ugye. Nekem szűkös volt, tehát nekem maradt hóvégén, mint egy 100 euró, esetleg 200, de egy pár nagyon jól meg tud élni. Akkor is, hogyha minden, és nem ez a, tehát ugye azért nem, maradjunk annál, hogy nem 1000 eurót keresítse mindenki. Tehát sokkal jellemzőbb mondjuk inkább ez az 1005, ami úgy induló. De nyilván én nem annyit. Délvidéken a fiam építőmérnökként keres 400 eurót, ez Vajdaság, Szerbia. Hát igen, ez szomorú. Én azt hiszem, hogy ugye ott Szerbiában még Magyarországinál is rosszabbak lehetnek a fizetések, ugye ez nem valami sok, ez valami 140-150 ezer forint. Ennyi erőből Szekeres Gréta, erő, gyere elő, jó a felsőtest. Uah!
Annyira nem vagyok izmos, mert most már, hogy ugye fáj a derekam, eltiltottak a súlyozástól is, de hát a vállam az széles. A végére tartunk egy ilyen Mr. Schwarzenegger bemutatót, nem tudom, mi az Istennek hívják, ugye ezt a testépítő eszembe jutott. Szabin vagy? Dehogy, hát én dolgozok, most is, látjátok. Na jó, most ennyi, mert be akarom fejezni, még egy kenyeret meg akarok enni, beszéd közben nem tudok. Este készüljetek, tehát 19.30-kor ma este jön a komolyabb téma, akkor nyilván rendesen felöltözök, majd nem így leszek. Rozária Helter, piacon lehet alkudni. Képzeljétek el, lehet, de én soha nem szoktam. Tehát élelmiszerre nem szoktam. Egyébként én mindenhol alkudok, tehát én még a Hugo Bossnál is alkudtam, amikor a Boss öltönyt vettem, meg a Deichmannnál ugye a cipőket. Mindenhol szoktam alkudni, ahol nem lehet. Ahol lehet a piacon, ott nem. Legalábbis élelmiszerben nem. Tehát az nem divat. Ugye ezen a piacon vannak ilyen ruhát, ezt, azt, stb. Árulnak. Ott lehet. De ez nem olyan tétel, ahol kell lealkudni. Most egy 600 eurós öltönyből lealkuszol 100 eurót, az jobban hangzik, mint ha itt nem 70 centet innyi, hanem mondjuk 6. Tehát nem, ez, ilyen szinten nem süllyedek azért. Na jó, akkor most elbúcsúzom, hogy tudjak enni. Este készüljetek a komolyabb témára, Fudan Egyetem és az, hogy Orbán mit tervez. Van egy elgondolásom arról, hogy a következő 2-3 év az hogyan nézhet ki, ezt fogjuk kibeszélni. Ugye ez egy egyórás beszélgetés. Az első részben egy kicsit beszélek erről az egyetemről. Némi háttérinformációra. Nagyon érdekes dolog történt egyébként tegnap az egyetemmel kapcsolatban, majd ezt is elmondom. És akkor utána pedig megpróbálunk egy ilyen kis elemzést csinálni arról, hogy mi lehet Orbán szándéka. Este várlak titeket. Most kicsit megakadtunk, de este várlak titeket. Elköszönés. Sziasztok. Ja, és osszátok meg, ha tetszett, és hívjatok mindenkit az esti videóra. Sziasztok. 19.30, Ilona I. és nézzétek meg az eventeket, az eseményeket, ott van. Bekattintasz, hogy jönni akarsz, akkor automatikusan... Ja, ezt mondani akartam, az esemény azért van, hogy van egy olyan, hogy megyek az eseményre, vagy jelentkezel az eseményre, az azért jó, mert amikor elindul az esemény, kapsz értesítést, nem fogsz lemaradni róla. Tehát mindenki szépen kattintson arra, hogy jön az eseményre, és akkor nem fog lemaradni. Sziasztok! Jó étvágyat!